A középkortól kezdve az érmellék legjelentősebb zarándok helye volt, de Böcskai László megyés püspök 2016-ban kiemelkedő szentélyé nyilvánította a Szent Jobbi Plébánia templomot, és arra buzdította az egyházmegye híveit, hogy minden évben közösen üljék meg a boldogságos szűz születésnapját. Az idei kisasszonynapi napi búcsú ünnepségen közel ezer ember gyűlt össze, hogy közösen imádkozzanak a szűzanya közbenjárásáért. A Beretyó partján fekvő Szent Jobb püspöki székhely mellett a Váradi Római Katolikus Egyházbegye legfontosabb kultuszhelye, ahova a középkortól kezdve hívek százai zarándokoltak el. A rangját az adja, hogy itt állt egykor a Szent László által alapított bencésrendi apátság, melyben a hagyomány szerint Szent István bebalzsamozott jobb karerekjét, a legragosabb magyarországi erekjét őrizték három évszázadon keresztül. 2016 óta Böcskei László megyés püspök hívására ezen a helyen gyűlnek össze az egyházmegye hívei, hogy közösen ünnepeljék meg a templom búcsú ünnepségét, boldogságos szűz születésnapját. Minden napok kívásai mellett sokszor nagyon nehéz megmaradni, ugye, a hitnek a, a dinamikájába. És akkor, amikor így, így találkozunk, és am, amikor érezzük, hogy összetartozunk, és hogy hogy ugye nem vagyunk éppen uh, annyira elveszve, akkor akkor megerősödünk. És ugye az együttlét, a közös ima, a, a közös ének. Uh, ez mind-mind nagyon sokat számít és jelenthet a, a, mai ember számára. Az idei évben az Egyházmegye különböző részeiből közel ezren gyűltek össze a Szent Misére, amelynek főcelebránsa Várszegi Asztrik, nyugalmazott püspök, volt Pannonhalmi főapát volt. A gesztenye és hásfák árnyékában megtartott szabadtéri misén az Egyházmegye papjai és hívei közös imádságukban a boldogságos szűzanya közbenjárásáért, Szent István és Szent László király oltalmáért, valamint a közösségek és a családok megújulásáért könyörögtek. Akár az, hogy papjaikkal, akár az, hogy a püspökükkel találkozzanak, rendkívül fontos elszigetelten, magányosan él az emberek többsége, és a keresztények az ilyen ünneplésekkel azt kell mondani, oázisként, felfrissítő oázisként ki tudnak emelkedni, és én ezt egy társadalmi küldetésnek és missziónak tekintem. Az áldást követően az arándokok körmenetre indultak a nemrégiben felújított, a Brünni Fekete Magdolnak egy a hagyomány szerint az ilyen típusú ikonok előképét Szent Lukács evangélista festette egy cédrus táblára, sajátosságát pedig az arcok a tónusa adja, amiről a nevét is kapta. A körmenet végén a hívek Máriát dicsőítő éneke közben visszahelyezték a kegyképet eredeti helyére, a Dietrichstein kanonok által építetett templom jobboldali mellékoltárára.